Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami nagyon hosszú idő után egy normális vlog lesz, hogyha minden jól sikerül. Az első dolog, ma szombat van, éppen indulok a lovardába, nagyon rossz idő van egyébként, 15 fok, nincs olyan hideg, de mindegy. Tegnap egyébként egy egészen produktív napunk volt, Bencével ketten talán 5 videót vettünk fel, vagy valami ilyesmi. Szerintem mire ez a videó kimegy, addigra tudni fogjátok, de tegnap kezdtük el felvenni a Fiverr-ös videót hozzám, amikor idegen emberek photoshopolnak, és ma reggel, amikor felkeltem, néztem meg újra az üzeneteket, és úristen, nagyon jó, úgyhogy ha nem láttátok még, akkor azt mindenképpen csekkoljátok le. Nekem ma lesz egy live-om, élőben sminkelős, úgyhogy ha nem láttátok, akkor azt is csekkoljátok le. És hogyha nem voltatok ott, akkor szégyeljétek magatokat, vicceltem. De tényleg nézzétek meg, mert valószínű, hogy sok fontos dologról fogunk beszélni, legalábbis terveimben ez szerepel. Ezen kívül, ahogy mondtam, megyünk a lovardába. Egy picikét fogom nektek mutatni Enjoyt is. Hétfőn képzeljétek el, otthon leszek még vásárhelyem. Ezt majd elmesélem, hogy mi a sztori. Oké, szerintem eleget beszéltem így korán reggel. 7 óra óta fent vagyok, és próbálok aktív lenni, de 10:30 van, most indulok el a lovardába, és annyiszor elmondtam már, hogy tényleg induljunk el, és kint folytatjuk. Azoknak, akik a labda után érdeklődtek, köszönjük szépen, jól van. Jó, de kokis vagy. Hogy nézel ki? Fűj. Jó. Szexi. Kérsz még egyet? Boldog macska. Na, sziasztok! Gondoltam, hogy vágás közben beugrom ide hozzátok, és egy pár dolgot megmagyarázok, mert elég hektikusra sikerült ez a vlog is, mint általában a vlogjaim szoktak. Ezután, hogy kint voltam a lovardában, nem is videóztam már többet valószínű, ugyanis amikor hazaértem, akkor Bencével elkezdtünk videózni. Akkor vettük fel az első részeit, amennyire ismeri a barátom a női termékeket sorozatnak pár részét. Amit, hogyha nem láttátok, akkor ezt egyébként itt le tudjátok csekkolni. Úgyhogy ebből a napból már nem is fogtok többet látni, de nagyon sok videó kint van, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor azokat csekkoljátok le. És folytassuk tovább a következő nappal. És elérkeztünk a második naphoz, és ez a nap nem más, mint az anyák napja. És képzeljétek el, ezt nem meséltem nektek, de pár napja felhívtam nagymamát, hogy mi a szíve vágya anyák napjára, és annyit mondott, hogy nagyon szeretne látni, bár tudja, hogy nem lehet, és vásárhelyen az az igazság, hogy elég lazák már a szabályok, úgyhogy arra gondoltam, hogy kisurranok Pest határain, és meglepem nagymamát anyák napjára magammal. Úgyhogy most ezt látjátok, elindulok vásárhelyre, és otthon vlogolok egy kicsit. Lehet, hogy csinálok öcsivel is egy videót, és egy kicsit édesanyáikkal vagyok igazából. Enjoy most eddig pihen, a mai nap biztos, holnap már nem hiszem. Ja igen, holnap fogok visszajönni. Úgyhogy, ja, nem tudom, hogy mit mondjak, kicsit még komás vagyok. Igaz, hogy mindjárt 9:30, de elég későn feküdtünk le. A szemeim be vannak puffadva, mint az állat. Úgyhogy nekem még kell egy kis idő, hogy rendesen feléledjek. És szerintem menet közben vagy otthonról majd jelentkezem nektek. Itt ugye láttátok, hogy elindultam haza, viszont otthon nem videóztam. Amikor édesanyával, nagymamával voltam, akkor nem videóztam, viszont nem sokára jön egy olyan rész, sőt, nagyon sok olyan rész, amit remélem, hogy szeretni fogtok. Ugyanis elmentünk Keresztapáékhoz, és meglátogattam az egyetlen kis keresztfiamat. Amit látni fogtok egyébként, hogy nagyon érdekesen alakult, ugyanis utólag kiderült, hogy meg volt rám sértődve, hogy nem látogattam. Úgyhogy nézzétek meg azt a klippet,
amikor konkrétan meg kellett zsaroljam, hogy játszom velem. Boti! Kihozod? Megmutatod? Boti, kössünk alkut! Ha kihozod, akkor kapsz még egy csomag ajándékot. Én szerintem... Ez jó! Na gyere, nézzük! Átértél már Narniába, vagy mit csinálsz ott bent ennyi ideig? Kukucs! Segítsek! Kukucs! Na gyere, mutasd nekem, mit van. Harcoljunk, mondd meg, hogy melyikkel lehetek én. Oda. De ezzel lehet. Ezzel, jó. De ezzel tudod harcolni, vagy a zsiráffal. A zsiráffal. Ott van neki neki. Úristen, ennek kinyílik a szája? Most. Igen. Most kell levideolnunk. Ez nem tud levideolni. De hát ott számolja a perceket. Ott videóz, látod? Mit mondott anya? Nem hallottam. Hogy jó, most... Most nem megyünk enni. Most nem... Nem vagyunk éhesek. Igen. Mi apával férfiak vagyunk. Édesem, nagyon jól mondod. Nézd. Az, hogy bukfencezik. Nem látja a diátot. Dehogy nem látja. Mert ott van gyúl a szájában. Tud. Ott a T-rex. Igen. Látod a másik? Ebben nincsen gyúl a szájában. És ha bár elég nehezen indult el a folyamat, a végére szerintem egészen jól belejöttünk, és egyébként nagyon nagyot játszottunk, rengeteg dolgot kivágtam innen, de körülbelül fél órán keresztül csak dínoztunk. Utána még egyébként játszottunk egy csomó mindent, amihez őszintén megmondom, hogy nem értek, de olyan három éves játékokat játszottunk, hogy csak na. Ezután édesanyával elmentünk egy kicsit, és anyja-lánya napot tartottunk. Vásárhelyen egyébként már akkor elég lazák voltak a szabályok, minden bolt újra nyitott, minden kávézó, meg ilyen, igaz, hogy kávézóban nem voltunk. Egyetlen egy nagyon fontos szabály van, mindenhova kötelező maszkot felvenni, de ezen kívül szinte semmi megkötés nem volt. Ja, meg persze a 9-től délig... törvény, de ennyi. Viszont amikor édesanyával voltam, akkor nem vlogoltam, mert hónapok óta nem láttam most már, és szerettem volna vele lenni, és amikor vele vagyok, akkor értitek, normálisan minőségi időt eltölteni, nem vlogolni. Viszont amikor Botitól elköszöntem, akkor abba állapodtunk meg, hogy holnap is jönnöm kell, és muszáj játszanunk, mert nem tudtunk eleget gyurmázni, úgyhogy a következő nap természetesen majdnem, hogy nála kezdtem reggel, és elmentem még egy kicsit játszani, úgyhogy most ezt fogjátok látni. The next day. Te nem látsz? Dehogy nem. Itt vagyok. Én is itt vagyok. Igen. Most miről beszélgetünk? Nem tudom, mondd meg te. A gyümölcsökkel. A gyümölcsökről? Igen. Melyik a kedvenced? A banán. Én almát is tettem. Fonjunk belőle. Ne, abból nem szabad folyolni. Ez mi ez a folyó? Fonás. Mindjárt megmutatom. A lányoknak a haját szokták így csinálni. Így? Az a lányoknak a haja. Hát ez nem az, de a lányoknak a haja is ilyen. Fogjuk rá. Ez egy Ádám vágta. Komolyan? Jó, összeborzolom. Jó. Ne csak? De mit csinál, mi az? Ott a két szeme, ott meg a szája. Mi az? Legyen egy smiley. Mosolygós arc. Még nem csináltunk lábat. Lábat is kell neki csinálni? Igen. Az a lába? Ú, de jó. Szem alatt. Igen. Három lába van? Ott van. Bukit. Ezt. Az egészet.
Igen, meg is. Jó, de akkor ezt meg kellene fognod. Két kézzel fogd meg, amíg leveszem, jó? Tartsad! Hogy tessék! Köszönöm! Most mit csináljunk? Nem tudom. Én is nem tudom. Mi ez az érzés? Micsoda? Mi ez az érzés? Milyen érzés? Az érzések, a szerelem, az ébredések. Mit csinálsz? Csak nézek állatokat. Uh-huh. Csak unatkozok. Unatkozol? Igen. Tessék, főnök úr. Köszi. És ahogy láttátok, minden létező játékot játszottunk, gyurmáztunk, könyvet olvastunk, YouTube-on valami mesét néztünk, Binget, azt hiszem, ami sokkoló 10-20-30 milliós megtekintéseik vannak, úgyhogy... És ezután pedig kimentem a lovardába, ugyanis Sanyi azt mondta, hogy lemossa a kocsimat úgy, ahogy még soha nem volt lemosva. Imádom a Toyotásokat, meg szeretném köszönni az összes Toyota fejlesztőnek, hogy majdnem minden egyes Toyotába, legalább vagy előre, vagy hátra, de van, hogy minden esetben belül a sárvédő kárpitos. Tényleg? Igen. Nem is tudtam. Ennek a hátsó fele, az hátul az egész. Menj a hátulján. Wow! Szia Doris! Nagyon ügyesen mosol a kocsit. Én köszönöm. Júj! Ez igen! Dóra csak úgy csillog és villog. Köszönöm! Parancsolj. Nagyon szép lett. Köszi! Belül is amúgy csillogunk. Ja, várjál, rá van zárva. Tele vagyunk egyébként eperrel is. A körmöm még mindig nagyon csúnya. Úgyhogy... Hazamentem, lehet nem is találkozunk már. Lehet. Ó, de szomorú! Gyere ide! Szia! És ezután pedig hazamentem, elkezdtem összekészülni, és utána nagyjából indultam is haza. Rengeteget beszélgettem édesanyával, meg nagymamával, és nyilván az nem lenne túl érdekes program egy vlogba. De képzeljétek el, hogy kaptam 2 darab földi epertövet. Nem tudom, hogy ez nektek mennyire izgi, de nekem nagyon. Itt vannak kint a teraszon, próbálom őket nevelgetni, de olyan szörnyű idő van, hogy nem tudom, hogy mi lesz belőle. Elég későn értem haza aznap, úgyhogy Enjoyhoz már nem tudtam kimenni, viszont természetesen azt másnap bepótoltam. Itthon néztünk még egy filmet, és hullafáradtan utána lefeküdtem aludni. Úgyhogy körülbelül ennyi volt a kis karantén elszökésem, vagy kiszökésem, vagy valami ilyesmi. Nagyon jól esett egyébként kimozdulni. Tudom, hogy nem a legpörgősebb napi vlog, de remélem, hogy azért napi, hát ez egy hétvégi vlog volt inkább, remélem, hogy azért tetszett nektek, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltem fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, ugyanis folyamatosan mennek ki az új képek, mindig lent van az Instám a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!